A járványhelyzet ellenére az önkormányzat hitelfelvétel nélkül gazdálkodta végig az évet, mégis stabil és kiszámítható költségvetéssel tudtak dolgozni, mondta dr. Péter Csaba Fehérgyarmat polgármestere. A város idén saját forrásból, valamint belügyminisztériumi segítséggel kezdett hozzá több felújításhoz is, amelyek a tervek szerint a jövőben is folytatódnak. A város közel 128 millió forint támogatást nyert el járda építésre. Köszönjük a támogatást a magyar kormánynak, illetve képviselő úrnak. És természetesen ez azért is jó hír, hiszen ez a kisvárosok programból kerül finanszírozásra, tehát elindult egy olyan fejlesztés, amire már vártunk évek óta. Ugye a magyar kormány kiemelten támogatja a vidéket, elindult a Magyar Falu program, és most a kisvárosok program is megkezdődött, és ennek a programnak a keretében sikerült komolyabb forrás szerezni járda fejlesztésre. Úgy gondolom, hogy ez a járdaépítés tavasszal a közbeszerzések lezajlása után el fog indulni. A járdafelújítások mellett a kerékpárutak fejlesztése is hamarosan megkezdődhet, mivel az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, így hamarosan a város jelentős részén lehet majd biztonságosan közlekedni. A polgármester elmondta, az önkormányzat hosszú távú terve a temető térkövezése, a vízelvezetésének és közvilágításának a korszerűsítése. Ennek részeként már új térkövekre cserélték le a temető legrosszabb állapotban lévő burkolatait. A város egyik legjelentősebb beruházásaként idén megkezdődött az ipari csarnok építése is. Elindult tulajdonképpen az ipari csarnok építése is, aki járt a Szatmári úton, az láthatta, hogy a munkálatok elkezdődtek. Az a 3500 négyzetméteres ipari csarnoknak az építése kezdődött meg, amely az önkormányzat tulajdona lesz, ha megépül, és természetesen ebbe két betelepülő vállalkozást várunk. Egyrészt önkormányzati vagyongyarapodás jelent, másrészt pedig bizunk benne, hogy gazdaságfejlesztés is. Tehát új munkahelyeket, várunk bele olyan cégeket, akik jelentős munkaerőfejlesztés hajtanak végre Fehérgyarmat. A Fehérgyarmati önkormányzat jövőbeli tervei közül idén a vasúti és buszközlekedés összehangolása, a buszpályaudvar és a közterek felújítása, valamint egy új wellness fürdő építésével összekötött szálloda beruházás szakmai kidolgozása is megtörtént. Az önkormányzat az ehhez szükséges anyagi forrásokat Európai Uniós, valamint kormányzati segítséggel tervezi megvalósítani.